Schubert Éva családfáját nézve nem lehetett könnyű eldönteni, hogy mi legyen a művésznőből, legalábbis gyerekkorában. A dédpapája volt Arany Jánosnak az osztályfőnöke. De ha ez még nem lenne elég, akkor elmondanám, hogy a dédpapának a testvére a Vándor színész volt, aki később Petőfi Sándort szerződtette. Mi akart lenni Schubert Éva a gyerekkorában? Tanárnő. Tanárnő? Tanárnő, mindenáron, igen. Miért van tanárnő? Mert ahhoz éreztem hivatást, és úgy is terveztük akkor még, hogy én majd a negyedik gimnázium után Lozánba megyek 4 évre, akkor ez divat volt a felső 4 osztályra, utána meg Párizsba megyek egyetemre, de hát akkor jött ugye a világháború, és ebben mind nem lett semmi, és örültem, hogy itthon elvégeztem úgy, ahogy a gimnáziumban. Milyen volt polgári családban felnőve? Milyen volt akkor az élet a maihoz képest? Mit látsz te? Volt különbség tényleg akkora, mint amit látunk mondjuk a filmekben, a régi, tehát az amikor még te nagyon pici gyerek voltál azokban a filmekben, vagy ez csak hogy mi volt? Milyen volt a családi élet? Hát először is én úgy éreztem, hogy a szüleim igen magas szellemi színvonalon éltek, tehát állandóan a társaságban is csak ilyen magas röptű dolgokról beszéltek, és én azért olvastam kicsi gyerekkoromban sokat, mert úgy éreztem, hogy méltónak kell lennem hozzájuk, hogy beszélgetni tudjak velük, úgyhogy állandóan a könyvszekrény alatt ültem, és ott olvasgattam magam is. Hiszen akkor nem volt televízió, tehát az ember egészen más, sokkal lassabb Persze. is volt minden, sokkal megfontoltabb talán. Hogyan jött a színésznőség? Vagy hogyan jött az, hogy mondjuk a tanár egyébként nincs olyan messze, mert szerepel, szokták mondani. Ne, hát ez nem, onnan jött, nézd, az biztos, hogy már gyerekkoromban is szerepelgettem, persze, hogy ott a porolón, az udvaron, a gyerekek közt, hokedlin, stb. De igaziból úgy jött, hogy nem vettek fel az egyetemre, mert klerikális reakciósnak minősültem, mivel az angol kisasszonyokhoz jártam Zárdába, úgyhogy át volt húzva a felvételi kérelmem francia magyarra vagy francia latinra, nagyon jó latinos voltam, jelentkeztem, azt mondták, a latin az egy holt nyelv, francia meg nyugati nyelv nem kell, menjek át oroszra. Mondom, oroszra egy szót sem tudok, azt majd megtanulom, mondtam, nem, azt nem kérem. Úgyhogy elmentem inkább dolgozni egy évre egy vállalathoz, gyors és gépírónőnek, illetve titkárnőnek, és hát annyira excelláltam a jó memóriámmal, hogy tudtam 250 beruházásnak az összes egységszámát, nem kellett engem lehetett vinni, mint aktát magukat. Akkor mi is legyek? Hát legyek színésznő, ott is tanulni kell és hát memorizálni. Ők azt mondták, hogy menjek egyetemre, de azt akarták, hogy mérnök legyek, vagy közgazdász, mert annak a vállalatnak az lett volna jó. De egyszer olvastam, hogy akkor felvételiztetnek a főiskolára, és tekintve, hogy ilyen hát kulturális ügyekben azért mozgolódtam, mint kulturális, nem tudom, megbízott, vagy micsoda, kisz, vagy disz, vagy mi volt akkor. És azt mondták, hogy hát miért nem lesz maga igaziból színész. És akkor voltam, hogy jó, hát jelentkezem. És akkor sikerült is. De amit látjuk, a felmenők között volt, de aztán végül itt mégiscsak a tanárság újra szerepet játszott az életedben, mert tanítottál. Ó, igen, én nagyon-nagyon szerettem tanítani, és több mint 10 évig tanítottam a Zene Akadémián operistákat, és aztán magam is vezettem iskolát, tanítottam a Tébában, a teátrumban vizsgáztattam, Arany 10-be is tanítottam, úgyhogy nagyon-nagyon sok növendékem van, akik mai napig visszajárnak hozzám, és nagyon kedvelem őket, és azt hiszem, hogy kaptak is tőlem valamit, mert mindegyik a saját privát fájdalmával is hozzám szokott fordulni. Az biztos, hogy Schubert Éva olyasmit tud, amit már nagyon kevesen, és hála Isten, hogy ezt át is adja. Te szerepeltél már egy sorozatban régen, még a Szomszédokban. Igen, a Jó kis magyar televízióban, és most újra a sorozat a Jóban. Igen, és örültem is neki, mert már nagyon régen voltam egyáltalán televízióban, sőt filmgyárban nem is tudom, talán 29 éve nem voltam. De ez jól esett, hogy most rám gondoltak, és jó pofának néz ki az egész szerep. Igen, hát egy ezotériához, vagy az ezotériát nagyon magáinak tudó hölgyet láthattam én tegnap este, aki, ahogy mondta, mielőtt bejöttünk a beszélgetésre, azt mondta, nem tudom, hogy ki valamelyik rokon, azt mondta, hogy olyan vagy, mint a cunami, vagy úgy érkeztél igen, meg a sorozatban. Ott mondta valaki, igen. Hogy úgy érkeztél meg, de valóban, tehát ilyen elsőprő erejű. Mennyire áll hozzád közel mondjuk ez a szerep, tehát úgy, mint ezoteria, tehát hogy ez egy megtanult szerep, hogy tényleg érdekel az életben is téged? Én hiszek abban, hogy minden érdekes az életben, és én nagyon szeretem Köszlernek azt a könyvét, az utolsó könyvei egyikét, amelyikben azt írja, hogy tulajdonképpen ezek a metafizikai dolgok sokszor valóságosabbak, mint a reálisak.
Úgyhogy vettük mást észre, tapasztaltuk, hogy sokszor csak megéreztünk valamit, és az valóban igazzá vált, és amiket azt hittük, hogy így és így a kezünkben van, az abból nem lett semmi. De egyébként én nagyon, hogy úgy mondjam, érzékeny vagyok az ilyen dolgokra. Sokszor megéreztem azt, amit a lányom gondolt vagy csinált, és az édesanyámmal is ilyen kapcsolatban voltunk. Én azt láttam tegnap este, amikor néztem a tévét, hogy milyen érdekes, hogy ott van Schubertéval a képernyőn, és ott vannak a fiatalok, akik mondjuk még csak tényleg nagyon kezdőszínészek, és akarva akaratlanul egyszerűen tiszteletet éreztem. Tehát nem tudtak mit kezdeni mondjuk úgy a helyzettel se. Tehát láttam, hogy bár szerepből lehet, hogy így kell ülni és így kell nézni Schubertével, de valóban, szerinted ez egy veled született tulajdonság, vagy a nyugodtságod, vagy a neveltetésed, vagy mi az, amitől azt érzi az ember, hogy meg kell hallgatni, szóval van, tehát oda kell figyelni rád? Gyerekek, én azt hiszem, az élethez derű kell, jól kell tudni élni, és az emberek bíznia kell magában, hogy amit lehetett, azt megismerte, amit lehetett, megtanulta, és amint lehet, mindenkit a keblére is igyekszik ölelni, tehát senkivel szemben nem táplál az ember ellenérzést, és az nagyon fontos, hogy az emberek bizalmát is megnyert, és érdekelnek főleg az emberek. Azért is tanítottál egyébként, mert úgy gondolod, hogy tovább kell adni? Tehát nagyon sokan irigységet éreznek, hogy nem akarják, hogy megtanulja más, amit ő nem, tud. Nem, én feltétlenül azt akarom. Nincs. Az a legnagyobb boldogság, ha úgy érzem, hogy az szárba szökkent az a mag, amit elvetettem, hogy olyannak hasznát veszi, amit én mondtam egyszer. Olyan jól esik, mikor valaki évek múlva azt mondja, hogy jaj, akkor ezt egyszer tényleg mondtam, nem is emlékeztem rá, de ő benne megmaradt, és ez nekem egy nagyon-nagyon boldogító érzés. Bár azt mondod, hogy 29 év voltál a filmgyárban, de azért a színházban alig tudtunk utolérni, mert hát nem, ingázol. Egész héten játszom meg. Hát, miben játszom? Hát, mit lehet most elmondani? Hát tegnap éjjel jöttem haza, Keszthelyről játszottuk a Hárman a padon, Avar Pistával, Makaes Annyival, és hát ebben a borzalmas vízözönben jöttünk haza, de eddig ért a víz az országúton. Aztán, hát úgy nem is aludtam, csak 3,5 órát, aztán most megyek, csinálom Marglódon az Margarida asszonyt, ami 2 órás monodráma, ez ma lesz. Holnap megyek reggel a Beckett, az Isten becsülete, Anuil darab, egészen vasárnapig, minden nap, úgyhogy tulajdonképpen én semmit nem is látok ebből a leforgatott anyagból, majd csak utólag. Nagyon nincs olyan félelmet, például, mint a Kern András, aki retteg már egy idő után, ugye ez, hogy elfelejt állandóan a szöveget, amikor be kell, mondjuk pont egy monodrámánál. Neked még mindig olyan jó a memóriád, mint amilyen volt, amikor megtanultad azokat a dolgokat, amiről beszéltél. Igen. Éppen tegnap azt mondtam a rendezőmnek, a Frankónak, mondom, jaj, emlékszem, amikor én 41-ben, kislány koromban elvitt először az operába az édesapám, és akkor kikénekelték a trubadurt, hogy Halmos János volt trubadur, Losonci volt Lunagró, Frigó Magda volt Leonóra, Budanovics Mária volt az Azucséna, szóval el tudom még mondani a 41-es szereposztásokat is. Én Schubertévának nagyon sok sikert kívánok, és nagyon boldog köszönöm vagyok, nagyon hogy édes, hogy én is neked. Köszönöm szépen.